A Gödvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látják. Köszöntöm Önöket, Vépálfai Kinga vagyok. Gödön is lezajlottak a 2014-es önkormányzati választások. Az újraválasztott polgármesterrel beszélgettünk. Növényekkel telepítették tele a templom közvetlen környékét a Bozóki téren több mint 50 önkéntes közleműködésével. És újabb részt láthatnak a helyi esélyegyelőségi fórumról. Többek közt bemutatkozik a Lámpás 92 alapítvány. Tartsanak velünk! 2014. október 12-én ismét Markó Józsefnek szavaztak bizalmat a választópolgárok, így ő immár harmadszorra foglalhatja el Gödön a polgármesteri széket. Lezárultak a 2014-es önkormányzati választások, Markó József harmadszorra lesz polgármester Gödön, ezúttal 5 esztendőre szól a megbízatás. Hogyan értékeli a választásokat? Hát saját szempontból nagyon jól sikerült, azt kell mondanom, hogy voltak azért izgalmak, minden ilyen választásnál így történik. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, részt vett, bár jöhetünk volna többen is, és köszönöm minden egyes ellenfélnek, aki eddig ellenfél volt, és most munkatárs lesz természetesen, hogy korrekt volt a kampány. Itt Gödön egyébként így szokott lenni. Volt azért egy némi kilengés, ami hát nem volt öröm, de hát ezt el kell viselnünk a politikusoknak. Remélem, hogy jó ütével nézünk. A kereset összetétele az biztató, néhány fiatalodás, fiatalabb szereplő megjelent nálunk, és máshol pedig eleve is voltak fiatalabbak, úgyhogy én azt gondolom, hogy értelmes és értékes munkát fogunk tudni végezni. Hogyan áll össze a testület most az összesítések alapján, ha bár az eredmények néhány nap múlva válnak majd csak hivatalossá? Igen, hát a 2010-es választáson mind a 8 körzetben mi nyertünk, Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. Gyakorlatilag most mi nyertünk mind a 8-ban, hiszen Kovácsik Tamás a csapatunk volt ez idáig, és csak most volt először, hogy nem velünk indult. Tehát ha velünk lett volna, akkor mindenhol mi nyertünk volna. Így azonban nem, így 7 körzetben nyert a Fidesz-KDNP, egy független van Kovácsik úr, és 3 listás bejutó lesz. Ez már látható volt az indulókból, hogy 3 társaság indul, és az mind a 3 be is fog jutni. Itt a Jobbik jól szerepelt, nagyon kiemelkedően jól szerepelt. Az MSZP és a DK együtt pedig egy kicsit gyengébb eredménnyel, de szintén mind a 2 képviselő bejutott. Tehát Pincei Tamás, Sipos Rihárd és Vidák Árpád lesz nagy valószínűséggel a képviselőtestület 3 listás tagja. A 3-as körzetben igazán nagy csata folyt, hogyan értékeli ezt polgármesterként, hiszen Kovácsik Tamás független jelölt polgármesterként is megmérette magát. Igen. Hát én úgy ez sokféle szempont érvényesült. Természetesen kevesebben jöttek el városi szinten, mint eddig. Ezáltal talán ez kedvezett a független jelölteknek, vagy jelöltnek. Az is benne van, hogy baráti, érzelmi alapú döntések születnek, hiszen ha valakit sokan ismernek egy területen, akkor természetesen indul polgármester, akkor támogatják, rászavaznak. Így volt ez annak én Horváth Viktor esetében is, akit jól ismertek a 2-es körzetben, és egyéniben nyert, mikor indult. Így van most Kovácsik Tamás esetében, és így van az Illés esetemben is, aki én is szintén még nagy szavazó számot kapok, most is 500 fölött, tehát most én kaptam a legtöbbet egyéni körzetben. De nem ez a lényeg, gondolom, hanem az, hogy végül is a szép eredményt ért el Kovácsik úr, függetlenként ez az 1700 szavat, ez egy nagyon jelentős szám. Mi a terv, a képviselőtestület mikor alakulhat meg, mikor lehet az első ülés, melyek lesznek a legfontosabb feladatok kezdetben? Hát egy olyan 10 nap még, amire jogerőssé válik, elsősorban a listás szavazásoknak az értékelése. Hát ahogy ez szokásos, lesz egy eskütétel az első ülésen, utána pedig a következő ülésen, ami viszonylag gyorsan fog következni, a bizottsági összeállítást fogjuk elvégezni. Az eddigi szisztéma az nagyjából megfelel, tehát 2006-ban még 7 bizottság volt, 2010-ben ezt levettük 4 bizottságra, de ennyi talán kell is, tehát ez a 4 bizottsági struktúra marad. Természetesen kiesnek olyanok, akik az előző ciklusban kerültek be, és most nem lesznek ott, és külső stavoknál is természetesen lesz változás, hiszen az akkori jelölő szervezetük az most esetleg nem is indult. Tehát némi változás lesz, de a struktúra nagyjából így marad. Említette néhány héttel korábban, hogy bárki is lesz a város vezetője 2014. októberétől, nagyon nehéz feladata lesz előkészíteni a 2015-ös esztendő költségvetését. Nehéz és sürgető, gyors feladat. Hogyan látják, mennyire készültek föl?
Hát nagyon, nagyon nem volt idő most készülni, mert az embert lefoglalta maga a kampány és ezzel volt a teendők, de természetesen a munka folyamatos, ezért nincs ebben törés, tehát gyakorlatilag nem kell küzdeni senkivel a döntéseknél, kellő többség van ahhoz, hogy akár kicsit nehezebb döntéseket is meghozzunk. Tehát ez a hétfős Fidesz-KDNP jelenléted azt jelenti, hogy minden döntést meg tudunk hozni, ami egyébként szakmailag indokolt. Tehát nem lesznek olyanok, hogy most politikai villongások miatt, vagy szembenállások miatt valami késedelmet szenvedne. Ahogy a szakma elkészül a javaslatokkal, azonnal meg tudjuk szavazni. A költségvetésre visszatérve, mi lesz a legsarkalatosabb pont, hogyan lehet egyensúlyban tartani a város működtetését? Hát köztudott írtuk is valamennyien, minden egyes induló szervezet írta azt, hogy a Samsungot be kell indítani. Természetesen ez a cél. Tehát a Samsung nem lehet tárgyalni, mert ő már nem gyárt. Ővé a tulajdon ugyan, de ő neki most pillanatja nem látni szándékait. Egyéb cégeket kell keresni, ez folyik ez a munka. Azt is felrották, hogy esetleg ez nem nyilvános, vagy nem beszélünk róla, de nem is lehet. Tehát ha valamely cég elkezd érdeklődni, akár nálunk, akár a kormánynál, hogy milyen támogatásokat kaphat, akkor ez általában nem publikus, hiszen vannak ellenfelei, akik szintén szeretnének ilyen támogatásokat kapni. Most is van több folyamatban levő ügy. Egyik sem sincs még végső stádiumában, de két olyan nagyobb cég is van, amelyik érdeklődik, és amelyik könnyen lehet, hogy letelepszik itt, és elkezd valamit gyártani. El szokott hangzani, hogy milyen jó lenne, ha itt munkahelyeket teremtenénk. Én azt gondolom, hogy ez is fontos Gödön is, de nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy olyan cég jön, amelyik környezetkímélő, kevesebb terhelés jelent a városnak, és olyan ipari termelése van, aminek nagy százaléka jut be a városi költségvetésbe. A munkahelyek is fontosak, de nem ez az égető gond Gödön, hiszen 200% körül a munkanélküliség, többség talál Pesten vagy környező településen munkát, tehát inkább a bevétel a fontos, és ezt nagyon hiányzik. Na most erre kell gondolnunk, tehát ez a hiányzó pénzt, ezt meg kell teremtenünk valamilyen módon, egyrészt bevételek növelésével, idén a bevételeink jobbak lettek, mint terveztük, ez egy pozitív jel a jövő évre nézve, másrészt a szolgáltatások árát, hát a lakosoknak ki kell fizetniük mondjuk a szemétszállítási díjat, be kell fizetni az építményadójukat ahhoz, hogy a város működni tudjon. Ha ez mind megtörténik, akkor nagyobb probléma nincsen, nem kell szigorítani. És felül kell vizsgálni azt, hogy vannak olyan feladatok, ahol esetleg kevesebb pénzből is meg tudjuk őrizni az értékes részét. Ezek már nem kötelező feladatok elsősorban, több ilyen van, hát most nem sorolnám föl, de ezeket tételesen végig kell nézni. Célszerű lesz, ha valamennyi intézménynél úgynevezett nullbázisú tervezést próbálunk közelíteni, mert ez olyan munka, hogy ezt általában sehol nem végzik el rendszeresen évente. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy milyen feladatokat lát el az adott intézmény, és ahhoz rendelni a szükséges pénzt. És nem úgy, hogy adok egy pénzt, aztán majd kitölti feladatokkal. Tehát ez fordított szemlélet, de erre szükség lesz. Én azt mondom, hogy nem lesz probléma, a következő év zökkenőmentesen fog működni. Ahhoz, hogy a Samsung helyére új vállalkozás települhessen Gödre, milyen szerepet tud a kormány vállalni, milyen segítséget tud nyújtani a kormányzat? Hát a szokásos munkahelyteremtő támogatásokat adnak általában ilyen cégeknek, azon kívül társasági adókedvezményt is szoktak nyújtani, ezek az alap dolgok. Aztán, ha ezeket megkapja egy adott cég, akkor jön helybe, keresi a helyét az országon belül, hogy melyik az a település, amelyik kisebb iparizési adóval él vagy operál. Ez nálunk most 1,9%, de természetesen, hogyha olyan cég jön, amely kellő súlyú, akkor ezt hajlandók vagyunk lejjebb szállítani. Harmadjára kaptam megbízatást a polgármesteri tisztség betöltésére. 2 ciklus, 8 év tapasztalata van a háta mögött, és előtte képviselői tapasztalat. Hogyan tervez a következő 5 esztendőre? Hát rengeteg a tennivaló, mert a várost lehetőségekben föl kell hozni egy igazi kisvárosi szintre. De azért haladtunk sokat, én úgy gondolom, az elmúlt 8 évben is, ahogy a lehetőségek engedték. Mindenképpen egy olyan gárdát kell most képíteni ebben az 5 évben, amelyik már egy fiatalabb vonulatot jelent, és a jövőt meg kell alapozni, hogy a Fidesz-KDNP gárdája is, a képviselői gárdája is 5 év múlva egy fiatalabb gárdával töltődjön fel, és a jövőt is tudja itt biztosítani a városban. Ez egy komoly munka, egy komoly humán erőforrás menedzselés lesz, ezen vagyunk, hogy ezt megvalósítsuk. Azon kívül egy olyan szakértői, háttérszakértői gárdát szeretnénk létrehozni, amelyik az ilyen ipartelepítésben, kiajánlásban, turisztikai fejlesztésben és egyebekben szakértői segítséget tud nyújtani, függetlenül a politikai és egyéb elkötelezettségektől. Tehát ide majd keresünk olyan szakembereket, akik ebben részt vesznek.
Nyarat idéző verőfényes napsütésben a Bozóki téren elültettek több mint 700 cserjét társadalmi összefogásban. Több mint 50 önkéntes segédkezett a munkálatok során. Legutoljára szeptember elején arról beszélgettünk, hogy hamarosan megkezdődhet a Bozóki tér rekonstrukciója. Hol tartanak most a munkálatok? Most már a befejezés felé tart. A főbejárati lépcső már szinte teljesen elkészült, illetve a lépcső előtt lesz egy kövezett nagy tér. Annak a munkálatai zajlanak. Ezt követően még lesz egy kis növényültetés, ami még hátra maradt, és akkor így reményeink szerint ez a fő ütem befejeződik. Még majd hátra lesz, amire majd gyűjtenünk kell egy kis pénzt, a kandelábereknek az elhelyezése, tehát a világító oszlopoknak, ami nem csak hangulatossá teszi, de egy kicsit a közvilágítás funkcióját is be fogja tölteni itt a Bozóki téren, hiszen a városnak egy jó része itt közlekedik a templom mellett, előtte, mögötte, így hát ez is majd megoldódik, ez lesz a következő lépés, vagy még a télig, de lehet, hogy ez csak tavasszal. Mi az, ami elkészült már a templom környékén, milyen új funkciókat kapott a terület? Hát amivel bővült, először is nagyon szép, kényelmes, széles járda van, ami nem hibás, nem balesetveszélyes. Minden oldalon, kivéve a főbejáratot, dupla gyalogos járda van, tehát a tér melletti teret szegélyező járdáknak a vonalában lett kiépítve párosával ez a gyalogbejáró, tehát kényelmesen lehet közlekedni oda-vissza, mint egy sokaknak. És hát maga, hogyha a templom előtt, ahol sokan szoktak összegyülekezni szentmise előtt, után, vagy ha esküvő van, vagy bármi közösségi alkalom, akkor nem a sárban kell majd lenniük, illetve azon a korábban meglévő, töredezett, hibás, rossz minőségű betonjárdán, hanem egy kényelmes, szép kereszt motivummal díszített, kikövezett téren. A közösség legifjabb tagjai, vagy esetleg a mozgásukban korlátozott hívők is könnyedebben látogathatják majd a templomban zajló szertartásokat. Minek köszönhetően? Egy mozgássérült rámpa készült, ami egy komoly szükségként merült föl már korábban is, de most ez megépült kényelmesen, biztonságosan, és úgy sikerült megépítenünk a korlátot, hogy a templomépítés stílusát is követi kovácsolt vas kapaszkodóval a rámpának a szélén, úgyhogy most már semmi objektív akadálya nincs annak, hogy mozgássérültek, vagy babakocsis anyukák kisgyerekekkel tudjanak jönni problémamentesen a templomba. Ezen kívül még óriási öröm, hogy pályázaton nyertük a dísznövényeket, és hogy ennek a beültetésével, illetve hát majd még hátra van a füvesítés, most az ősz folyamán, egész más arculatot kap. Tehát sokkal barátságosabb, sokkal meghittebb, családiasabb lesz, és egyértelműen látszik rajta majd a gondozottság, hogy itt ez egy közösségre van bízva ez a tér, és a várost fogja szépíteni reményeink szerint. Nagy örömünkre szolgált az elmúlt szombati társadalmi munka, amit meghirdettünk, és igyekeztünk lelkesíteni mindenkit. Mutatta ez a közösségnek az összetartását, és mutatta azt a szép példát, hogy nem csak az ide templomba járó katolikusok jöttek el, hanem minden más felekezetből, református testvérek, evangélikusok, nem vallásos emberek is, nem csak Gödről, hanem Dunakeszitől a Váci cserkész csapatig, bezárólag, életkorra nemre való tekintet nélkül, felnőttek és még kisgyerekek is itt voltak, és valóban élmény volt ezt a közösségépítést itt tapasztalni, hogy önkormányzattól is polgármester úr, alpolgármester, tehát hogy így kétkezi munkával együtt voltunk sokan. Úgy gondolom, hogy ez nem csak az egyházközség, de Göd gazdagságának, közösségépítő életének fontos része. Sikeres volt a Bozóki Gyula Alapítvány mozgósítása, a templom körüli téren sikerült elültetni a több mint 700 cserjét. Szombat délelőtt kik vettek részt a munkában? A munkában nagyon sokan részt vettek, teljesen meglepődtünk mi is, amikor itt a regisztrációs papír után a jelenlétívet aláírták. A végszám 118 fő
jelentkezett és jelent meg, és ezen kívül még 11 gyermek is, tehát akik még nem tudtak írni, vagy pedig olyan kicsikék voltak még, hogy járnak ugyan iskolába, de még nem tanultak meg írni. Tehát összesen 129-en voltunk, nagy része Felsőgödről, voltak Alsógödről, Dunakesziről, Sződről, sőt még Budapestről is a munkások. Hát jól összedolgoztunk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 90 évben nem volt még olyan, hogy egyen a téren ennyi ember egyszerre dolgozott volna egy közös cél érdekében. Mennyire elégedettek az eredménnyel? Az eredménnyel 95%-ban vagyunk elégedettek, mert mint még látszik itt a térnek az első felén, munkálatok folynak. Oda a növényeknek néhány százalékát nem tudtuk elültetni, mert nem volt hova. Mik a tervek, hogy fejeződhet be ez a felújítási, térmegújítási program? Hát, ha mindenki úgy gondolja, hogy mi gondoljuk, akkor ennek a térnek ez a felújítási szakasza október 22-én délután 16 órakor befejeződik. Addigra levonulnak az építők innen, és következik egy újabb szakasz majd, amikor füvesíteni kell, illetve a kandellábereket kell majd elhelyezni, de azokat még meg is kell vásárolnunk. Sikerült-e az alapítványnak adományokat is gyűjteni az önkéntes, jó szándékú segítő emberek mellett? Igen, sikerült adományokat gyűjtenünk. Az volt a tervünk, hogy 1,5 millió forint adománnyal ki tudjuk fizetni azokat a szállítókat, akik nekünk növényeket, vízvezetéket szereltek, egyéb járulékos költségeket produkáltak, például a villanyszerelőknek a kábel befektetése a föld alá. Jelenleg ott tartunk, hogy 1 millió 100 ezer forint áll rendelkezésre. Tehát, hogyha kivonjuk a kettőt egymásból, akkor még 400 ezer forint adományra van szükségünk október végéig. Látva az eddigi összefogás, hogyan jósolnak? Sikerül-e előteremteni a kérdéses összeget? A Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. Kaptunk olyan helyről adományt, ahonnan nem számítottunk, olyan helyről pedig nem kaptunk, ahol pedig bíztunk benne, hogy adakozók szándék meg fog nyilvánulni. Hát így adódott. Hogyan hat az itt lévő katolikus közösség életére a közösségi munka, amiben itt együtt részt vehetnek? Hát nagyon nehéz most még egy nap után felmérni, hogy milyen hatása lesz. Egy biztos, hogy amikor az emléklapokat mindenkinek átadtuk és megköszöntük a munkáját, akkor nagyon meg voltak hatódva, hogy még ilyenre is kiterjedt a figyelmünk, hogy ezt a úgynevezett összetartási napot, vagy összefogási napot azt ilyen körülmények között is megünnepeljük, illetve hát egy emléklappal meg is se tudjanak emlékezni, majd unokáiknak, gyerekeiknek, testvéreiknek meg tudják majd mutatni. Óriási létszámú önkéntes csapat dolgozott a Bozóki téren növénytelepítés kapcsán. Hogyan lehetett a munkát mégis szakmai kezekben tartani? Igen, hát ez egy nagyon nagy élmény volt, és egy különleges alkalom egy kertépítés számára, hogy ennyi emberrel és ennyi önkéntessel dolgozhat együtt. Szerencsére nagyon jó segítségeim voltak ebben a munkában. 7 részterületre osztottuk a Bozóki teret, és 7 szakember volt mellettem, még kertészek, kertészmérnökök, kertészeti vállalkozás, Gödi kertészeti vállalkozásnak a vezetői, erdészek, úgyhogy így könnyű volt. Gyerekek, felnőttek egyaránt jöttek, milyen feladatban tudtak ők részt venni? Hát az első feladat az volt, hogy a növényeket, illetve a trágyát, ugye az alapanyagokat ki kellett ide a térre, a megfelelő helyre szállítani a plébánia kertjéből. Ezután a legfontosabb feladat az volt, hogy a területet meg kellett tisztítani az itt maradt hulladékoktól, összegerebézni és elteríteni egy kb. 5 cm vastagságú termőtalajréteget, és ezután jöhetett az, hogy a cseréket kihelyeztük a megfelelő helyre, és utána jött mindenki a kis ásójával, kapájával, és azokra a helyekre, ahova leraktuk a cseréket a kollégákkal együtt, el kellett ültetni a növényeket. Hogyan lesz megoldva a növények gondozása?
Hát igen, ez az egyik legnagyobb buktatója ennek az egész projektnek, mert ez egy nagyon komoly feladat lesz. 4 vízkonnektort kiépítettünk a tér területén, hogy az öntözést egy kicsit megkönnyítsük. Automata öntözőrendszer sajnos még nem létesült, hiszen ez egy nagyon komoly beruházás lenne, és erre nem volt lehetőség, hogy az anyagi keretekből ezt finanszírozzuk. De a vízkonnektorok segítségével locsoló tömlőről lehet öntözni a növényeket, és nagy reménységünk az, hogy a katolikus plébánia hívei összefognak ez ügyben, és gazdájuk lesznek az elültetett növényeknek. Hány növény került elültetésre, és mi várható néhány év múlva, milyen képet fest majd, amit most itt picike cserjeként látunk? 685 darab cserjét telepítettünk, 3 nagyméretű fát, tovább nevelt fát, és 110 év előtt. Hogy fog kinézni? Hát ez nyilván a fenntartásnak is a meglepetése vagy a titka, de hogyha sikerül összerántani úgy a csapatot, akik ezt a fenntartást vállalják, akkor reményeink szerint ez a cserjesáv, amit telepítettünk, idővel összenő, így a gondozása is könnyebbé válik, és egy alacsony, színes, állandóan virágzó, illetve télen az örökzöld foltjaival díszítő cserjesávot fogunk majd kapni. Reformátusként vett részt ebben a munkában, kezdetektől fogva sok-sok éve. Milyen volt Gödön ökumenikus közösségben dolgozni? Hát ez nagyon nagy élmény, ez mindig annyira jó idejönni a katolikus közösségbe, úgyhogy teljes körű tagjának érezheti magát az ember, és egy nagyon-nagyon jó katolikus közösséget ismertem meg itt. Nagyon összetartó csapatot, akik egymásnak is segítenek, és amikor egy ilyen közös cselekvési lehetőség van, akkor is nagyon oda teszik magukat. Szeptember közepén helyi esélyegyenlőségi fórumot tartottak a József Attila Művelődési Házban. Adásunkban ezúttal bemutatjuk a Lámpás 92 alapítványt, akik szintén részt vettek az eseményen. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves résztvevőjét. Hát szeretnék bemutatkozni, Makrai Józsefné vagyok, sokan Makrai Kláriként ismernek. Én vagyok a Lámpás 92 közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöke. Most arról szeretnék beszélni, hogy mi is az a Lámpás Alapítvány. Kollégáimmal összehoztunk egy prezentációt, ez egy közös munka volt, közös gondolkodás eredménye, és remélem, hogy színesebbé teszi, és élvezetesebbé, nem annyira szárazza ezt az előadást. Engedjétek meg, hogy azért eltérek a szövegtől, én nem vagyok igazán szövegkövető soha, úgyhogy egy picit beszélnénk először az előzményekről. Hogy is jött létre ez a Lámpás Alapítvány? Kik voltak az életre hívói? Muszáj szólnom, hiszen ők voltak a motorja az egész folyamatnak, a felsőgödi Jézus szíve katolikus ifjúsági énekkar fiataljairól. Őket meghívtam annak idején a Szőrligeti Szakosított Szociális Otthonba egy kis éneklésre, egy kis zenélésre, egy kis közös munkára, és csodák csodája ott maradtak. Oda jártak, sokat jártak oda, és igazi, mai is fenntartó barátságok születtek épp és fogyatékos emberek között. És ők odafigyeltek a lakókra, a kívánságaikra, együtt táboroztunk, és elhangzott az igazán nagy óhaj, ami annyira emberi, hogy szeretnének köztünk élni, velünk élni, a városban élni, a város közepén élni, együtt velünk. Hát megalakult a Lámpás Alapítvány, hát hol tartunk most? Hát 122 ellátottról gondoskodunk, különböző gyermekvédelmi és szociális alapi szakellátás keretén belül. Azon kívül 200 főt látunk el a támogató szolgáltatáson belül. Hogy néz ki ez az alapítvány, azt a következő ábrák majd fogják mutatni. De én először beszélnék az alapfilozófiánkról. Egy nagyon kicsikét nem akarok terhelni senkit a szakmával, de ennélkül mi nem tudnánk létezni. Jönnek újabb innovációk, jönnek újabb irányelvek, én azt gondolom, hogy ezt a két lábat nem szabad elfelejteni. Az egyik a normalizáció. Nem arról van szó, hogy egy sérült ember kvázi normálissá kell tenni, hanem a vele való bánásmódot kell normalizálni. Nincs egyféle, kétféle, sokféle bánásmód. Egyféle bánásmód van. Az emberi bánásmód. Menjünk vissza. Ezt nem én találtam egyébként ki, hanem Mikkelsen. Azon kívül ő beszélt arról,
hogy mindenkinek joga van úgy élni ebben a társadalomban, mint a társadalom bármelyik vele egykorú tagjának. Nem jobban, nem rosszabbul, de legalább ugyanúgy. A másik nagy alaplábunk az integráció, nem kötném ezt most nevekhez, a lényege az, hogy velünk köztünk, és hogy hogyan, erre ad választ a normalizáció, ugyanúgy, mint ti, ugyanúgy, mint mindenki. Hogy nézünk mi szerkezetileg ki? Vannak a lakóotthonaink, lehet látni a számokat a piktogramokon. Működnek családok átmeneti otthonai, tesszük ezt éppen három megyében, fővárosban, Pest megyében és Fejér megyében. Vannak utógondozó otthonaink, működik szociális foglalkoztatásunk, vannak támogató szolgálataink, és működik képzőművészeti programunk is. Először szeretnék beszélni az értelmi fogyatékosok lakóotthonairól. 53 fő értelmi fogyatékos és halmozottan sérült szemét jártunk el, hogy fiatalt az már nem igazán igaz. Ez a kezdetekben még igaz volt, tehát eltelt 20-22 év tulajdonképpen, és velünk együtt öregednek a lakóink is. Ez teljesen normális folyamat. Tesszük az ellátást kis csoportos ellátási formában. Van olyan otthonunk, ahol 4 főt látunk el, de legtöbb a 12 fő, akit ellátunk. Törekszünk egy teljesen normális, átlagos életre. Úgy élnek a lakóink, mint bárki. Aki ismeri a Gödi lakóotthont, látja őket az utcán, reggel felkelnek, elmennek dolgozni, elmennek képzőhelyekre, aztán hazatérnek. Hát nincs nagy különbség az ő életük, meg a mi életünk között, és ez a mi célunk, hogy ne lehessen látni a különbséget. És az benne a szép, hogy nagyon bízunk benne, hogy talán tudjuk ezt tovább csinálni, és itt élhetik le a lakóink az életüket. Nincs családjuk egyébként, államnevelésből kikerültek 98%-ban ők. A következő a családok átmeneti otthona, ez már egy gyermekvédelmi ellátási forma. Érdem működik 3 ilyen otthonunk. 43 főt látunk el, hát ez körülbelül egyszerre, attól függ, hogy hány tagú egy család, 8-10 családot jelent, ezek krízisben lévő családok tulajdonképpen. Általában munkanélküliséggel, hajléktalansággal küzdenek, sok a bedőlt lakás hiteles köztük, de van éppen védelemre szóló anyuka, aki a bántalmazó védelő menekült épp a lakóotthonunkban. Ők 43-an vannak összesen. A másik nagy intézményrész, ami most átalakulás előtt áll, az utógondozó otthonunk. 18-tól 24 éves korig kapnak állami nevelt fiatalok még lehetőséget arra, hogy felkészüljenek az igazi életre. És azért van átalakulás előtt, mert miénk az egyetlen, ahol értelmi fogyatékos állami nevelt fiatalok lehetnek, és hát nem nagyon van hova út, mert azért ő középsúlyos értelmi fogyatékosok zömével, tehát valószínű, hogy át kell alakulnunk támogatott lakhatássá. Most beszélnék a támogató szolgálatokról. 4 támogató szolgálatunk indult 2005-ben. Itt még báváskodott Gábor is felettük, az első engedélyt innen kaptuk. Akkor még 4 volt, aztán a törvényi változások miatt integrálni kellett, és 2 lett belőle, de semmi nem változott. Ugyanannyi ellátottunk van, a gépkocsink száma ugyanannyi. Gondoskodunk a területen élő, rászorult fogyatékos személyek szállításáról, személyi segítéséről, illetve tanácsadásról, ha szükség van, vagy szociális ügyintézésről. A foglalkoztatás egy megint csak egy nagyon fontos lába az alapítványnak, hiszen nem lehet úgy élni, hogy ne legyen értékteremtő munka az emberek kezében, még akkor is a sérült emberekről van szó. A lakóink nagy része, egy része a nyílt munkaerőpiacon dolgozik. Nagyon büszke vagyok az ubokánkra, aki jó munkás, elmondja mindig, a Baumaxban dolgozik, és megállja a helyét. De dolgoznak vállalkozásokban is lakóink, és dolgoznak védett munkahelyeken is. A kézműipari vállalat az egyik nagy munkaadó, az Összefogásipari Szövetkezet Csömörön a másik. És hát létrehoztunk egy műhelyet, mert nem mindenkinek jutott hely. Ez egy saját műhely, itt található a Rózsa utcában. Ide járnak a Valkon lakó fiataljaink is a támogató szolgálat segítségével. És hát vannak olyan helyi emberek is, akiknek egyszerűen a betegségük miatt más munka lehetőségük nem adódott, ők 4 vannak most, hát körülbelül 20 fő számára biztosítunk munkát, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert értéket termelnek, valós értéket, amit termelnek, le vannak osztva a munkafolyamatok, mindenki azt csinálja, amit tud.
de azt meg kell csinálni 100%-ig. Mi azt szeretnénk, ha a termékeinket nem azért vásárolnák, mert sajnálják a gyártóit, hanem azért, mert hogy érték szép, kívánatos, és hogy meg kell venni. Gyapőszőnyeget készítünk, gyékként szövünk, most különböző dolgokkal próbálkozunk, de ez a lámpás műhez egy táska ott fönt, tehát ilyen táskavarrással is próbálkozni kezdünk. Tehát vannak ötleteink, hál' Istennek részt vehetünk kézműves találkozókon, részt is veszünk, rendszeresen hívnak minket mortuári napokra, de egész szépen kezdi magát kinőni a foglalkoztatás is. Lehet látni a képeket, Zoli és Kata éppen gyékény kosarat készít. Itt a szőnyegek egy része található, belátható. És akkor beszélnék a legismertebb programról, ami a Gödvárosához fűz minket. 2000 óta működik egy képzőművészeti programunk. Ez úgy jött létre, hogy én kint voltam Hollandiában, és ott egy olyan műterembe léptem be, ahol rengeteg festmény és rengeteg alkotás volt, és lehetett látni, hogy egy részét sérült emberek festették, egy részét pedig épp festő művészek. És akartam venni egy kis képet, hogy magam az jó olcsó lesz, gondoltam, ezt én is meg tudom venni, és valami horribilis árat mondtak. És úgy kérdeztem, hogy ezt nem sérült embert csináltam, mondtam, hogy dehogy nem, de tetszik. Hát mondtam, hogy igen, akkor fizess ki. És akkor hazajöttem, és arra gondoltam, hogy hopp, van egy képzőművészünk a csapatban, megkérem, hogy segítsen. Most nagyon büszke vagyok, mert már tulajdonképpen 9-re nőtt a minket segítő szakemberek száma, és 2 munkácsi díjas képzőművész is van most már köztük, és hát 14 éve igen, ide járnak, és segítik ezt a programot. Egyébként ez a program nem csak a mieinkre terjed ki, hanem a civil lakótonok országos hálózatát hívtuk be első körben ebben a folyamatban, és mindig újabb és újabb ügyes, sérült művészeket kaptunk. Kialakult egy kemény mag, most 15-en vannak. Vannak Pécsről, Székesfehérvárról, ország különböző pontjáról jönnek ide, Gödre, a Gödi alkotótelepre, és annyira sokat fejlődtek és alakult a munkájuk, hogy 2011-ben eljutottunk a brüsszeli Európa Parlamentbe, és a dr. Kósa Ádám velünk prezentálta a programját. Ez nagy büszkeség számunkra. Itt lehet látni Gazsikánkat, ő székesfehérvári, Ubult-Valkóról, itt vannak az alkotások. Ez a lovas például szerintem zseniális ott fönt. Tehát nagyon szép. Ennyit szerettem volna elmondani. Ez a 20. születésnapi rendezvényünk készült. Bermikos Váci megyés püspök celebrálta a háladó szentmisét, és itt vagyunk nagyjából majdnem mindenhányan, és itt vannak a gödi barátaink is a nyugdíjas klubból. És ők már tudják a mi elmondatunkat, hogy mi is ugyanúgy mosolygunk. Köszönöm szépen! A kiemelten a fogyatékkal élőkkel foglalkozó konferencián Szellák Norbert, a Dunakeszi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője arról beszélt, milyen problémákkal szembesülnek munkatársaival, amikor fogyatékkal élőkkel kapcsolatos bűncselekményekben kell nyomozniuk. Jó, tisztelettel köszöntök mindenkit a mikrofonban is. Hát elég nehéz helyzetben van, azután a megjelent előadás után nem biztos, hogy más egyéből kellene még beszélnem, azért az apró jelekre fölhívnám mindenkinek a figyelmet, az első sor ön is tegyen a bolygó megmentésért. Tehát szerintem az előttem felszólalók mindig olyan szakemberek voltak, akik ezt a mondatot igencsak komolyan veszik, és jó szívvel tapasztalom azt, hogy vannak olyanok, akik a társadalommal szinte szemben menve mégis foglalkoznak olyan szakterületekkel, amivel kell és érdemes is foglalkozni. De már a korábbi előadók mind a saját szervezetüknek a múltját, jelenét, jövőjét taglalták, én ezt kihagynám. No, illetve azzal kezdeném a mondandómat, hogy egyáltalán mai napon kik azok, akikről beszéltünk. Ugye? Fogyatékkal élők, általános helyzetűek. Különböző megközelítések léteznek ezekre a szavakra, és sokszor össze is keverik őket. Ugyebár az én álláspontom és sok álláspont szerint a fogyatékos helyzetűek, azok mind, illetve a fogyatékkal élők mind hátrányos helyzetűek, de nem minden hátrányos helyzetű fogyatékkal élő. A
hátrányos helyzetűek közé soroljuk elsősorban a mi szempontunkból, és megint csak azt mondom, hogy rengeteg hivatkozás van erre, a nőket, a gyermekeket, a drogfüggőket, az időseket, a külföldieket. Ezek mind-mind olyan problémás terület, akikkel foglalkozni kell, és foglalkozni is érdemes. Ezeken a általános helyzetűeken belül a fogyatékkal élők pedig egy különleges bánásmódot igénylő szegmens. Én úgy gondolom, hogy őróluk hangzott már el elég szó itt ma, tehát kiemelten nem kívánnék velük foglalkozni, már csak azért sem, mert arra kértek, hogy a rendőrségi eljárásokban, illetve büntetőjogi, büntetőeljárásjogi vonatkozásban próbáljuk picit közelíteni ehhez a témához. Megmondom őszintén, hogy nehéz, már csak azért is, mert nagyon kevés az az eset és az az esemény, amikor a büntetőeljárásban, legalábbis a mi kapitányságunkon, konkrétan fogyatékkal élő személyekkel kerülünk kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy sajnos tavaly évben is volt egy ilyen eljárás, most is folyik egy ilyen eljárás. Nyilván ezeknek a részleteiről nem kívánok és nem is beszélhetek. De mindenféleképpen kihívás nekünk az, hogy ezekkel a speciális foglalkozást igénylő személyekkel kapcsolatban olyan kollégát találjunk, vagy készítsünk fel, aki ezeknek az igényeknek megfelel. Nagyon nehéz és nagyon kevés az a kollega, aki ezt a feladatát el tudja látni. Bár főleg a hátrányos helyzetű személyekkel mi egy bűnmegelőzési vonalon találkozunk, mert csak azért is, mert nagyon sok olyan határvonal van, amit a rendőrségnek zárásponton szerint nem üdik és nem is szabad átlépni. Én úgy gondolom, hogy a civil szférába és a civil szervezetekbe, hogyha mi bevegyünk, akkor az nem jó. Nyilván kell egy kapcsolódási pont, és ez a pont, ez a bűnmegelőzési rész. Bár itt különböző programok vannak, mind állami részről, mind pedig a rendőrség részéről. A állami részről már kezdődött a gyermekbarát igazságszolgáltatással. Ennek hatására kialakításra kerültek gyermekbarát kihallgatóhelységek. Többek között a Dunakeszi rendőrkapitányságon is van egy ilyen, amit a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya üzemeltet kezel. Tehát azokat a gyermekeket, akik büntetőeljárásba bekerülnek, azokat nyilván megfelelő körülmények között, tehát micimackó és kisvonat és különböző színes falak társaságában hallgatjuk ki, tehát nem kerülnek szembe azzal, amivel esetleg egy felnőtt tanú vagy egy bűnelkövető, vagy a komor falak között a csúnya rendőrbácsi és a rendőrnények hallgatják ki őket. Tényleg egy kellemes környezet, és azért ajánlom azt, hogy akit érdekel, és aki kapcsolatba került ezzel, akkor fel tudjuk ajánlani azt, hogy ezt meg tudja látogatni, és meg tudja nézni, hogy mégis egy ilyen gyermekbarát kihallgatóhelyiség hogyan néz ki. A második vonal az egy nagyon friss vonal, ugyebár ez az internet használat, itt szintén hátrányos helyzetűekről beszélgetünk, a gyermekek. Szó volt különféle videójátékokról, az internet is ugyanilyen és hasonló veszélyeket rejt, mivel most már beépített szűrőkkel működnek a különböző internet szolgáltatók, tehát én mindenkit, aki ebben a szegmensben dolgozik, szeretném megkérni arra, hogy ezt a gyermekekben, illetve akikkel kapcsolatban kerülnek, tudatosítsák szülőkkel, hogy van erre a lehetőség ezt a problémát is megelőzve, megakadályozva. A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, ami büntetőeljárás, illetve büntetőjogi vonatkozás lehet, az elsősorban látássérültek, hallássérültek, illetve különböző gyengébb szellemi képességgel rendelkező személyeknek a kihallgatása nem merülhet fel. De bár a büntetőeljárási törvény sajnos elég szűk lehetőséget ad azzal kapcsolatban, hogy ezekkel az eljárás alá vontakkal olyan kommunikáljuk. Én egy-két olyan esetet említenék, ami nekünk problémát okozott, és problémát is fog okozni. Reméljük, hogy erre hamar megoldást fognak találni. Bár egyrészt a akadálymentesítés, ez szerintem majdnem mindenhol problémás a jelenlegi közigazgatásban. Bár itt a Dunakeszi rendőrkapitányságban lehet azt mondani, hogy a megközelítés
illetve maga a közlekedés az majdnem teljes mértékben akadálymentesített, de még mindig vannak küszöbök, még mindig vannak olyan fordulók. Erre természetesen kollégáknak a figyelme fel lett hívva. Minden esetben, amikor ilyen problémák ütköznek, segítőkészen, megértően álljanak a dolgokhoz. Azt hiszem, hogy az alap, és ne kerüljünk olyan szituációba, 2013-ban született egy alkotmánybírósági döntés, amikor egy sértett gyakorlatilag azért nem tudta a panaszjogát gyakorolni, mert a rendőrségi épületbe sem tudott bejutni, és ez egy alkotmányjogi panaszt vetett fel. Az alkotmánybíróság hál' Istennek meg is ítélte részére a pozitív megkülönböztetést, és azt mondta, hogy bizony attól nem érhet senkit hátrány, hogy gyakorlatilag a közigazgatás nincs arra felkészülve, hogy őt fogadni tudja. A másik eset a tolmács-eltolmács. Sajnos ebben is problémák vannak, főleg akkor, amikor egy külföldi siketnéma beérkezik hozzánk, és egyszerűen nem tudunk találni olyan jeltolmácsot, aki mondjuk a angol-francia-spanyol jeltolmács rendszert ismeri. Megmondom őszintén, hogy különböző átidó megoldások készültek erre, most ezt nem részletezném, viszont volt egy konkrét eset, amikor egy siketnéva ikertestvér párból az egyik testvért érte egy bántalmazás, és ők olyan jelnyelvet alakítottak egymás között, amit az égetegelőben senki más nem értett. Nem volt tolmács, nem volt jeltolmács, senki, és olyan módon született erre megoldás, ezek adhok jellegűek, csak azért mondom, hogy esetleg valaki ilyennel találkozik, akkor ezt lehet alkalmazni, hogy az egyik fiú az tudott kommunikálni a jeltolmáccsal. Tehát a két fiú kommunikált egymással, és aki nem volt sértett, az a jeltolmácson keresztül kommunikált velünk. Hát a fél oldal kihallgatás az körülbelül 4,5 órát tartott, így. Mindezre arra szeretnék egy kicsikét rávilágítani, hogy sajnos nem vagyunk felkészültek. És ez nem csak a rendőrségre mondható el, hanem gyakorlatilag bármelyik olyan szervezet, aki egy speciális esettel találkozik, akár a fogyatékkal élők, akár olyan általános helyzetűek, akik tényleg valami különleges bánásmódot igényelnek, nem biztos, hogy ott helyben született megoldás. Én azt kérném, és azt javasolnám, tekintettel arra, hogy azt látom, hogy elég nagy nyíltság van mindenkiben arra, hogy különböző szervek, szervezetek, illetve civil szervezetek kommunikálnak egymással, hogy kicsit a rendőrség felé is nyissanak. Vannak olyan dolgok, amiket szerintem meg kell, és meg is tudunk egymással beszélni, pont azért, hogy az ilyen helyzetű embereket, embertársaikban segítsünk. Hát ne legyünk elzárkózottak, a mi kollégáink lelkileg erre fel vannak készítve, eljárásilag nem biztos, tehát akkor ott helyben próbálnak megoldások születni, és én azt kérném, én már mondtam a kollégának, hogyha ilyennel találkoznak, és esetleg felkeresik önöket, akkor segítsenek nekik, segítsünk egymásnak, akár egy tolmács, akár egy jeltolmács, akár bármi más egyéb segítségre szükségünk lenne. És természetesen, hogyha viszont kell, akkor megadnánk mi is. Én nem szeretném nagyon húzni senkinek az idejét. Én úgy gondolom, hogy nagyon profi és szép előadásokat hallottunk. Én mindenkinek megköszönném azt, hogy ezekkel az emberekkel szakszerűen és teljesen magas szinten foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy ha bele megyünk abba, hogy vannak olyan nézetek, hogy gyakorlatilag lassan elér oda a társadalom, hogy minden egyes szemét valamilyen hátrányos helyzetű csoportba be lehet illeszteni, akkor meggondolandó az, hogy egyáltalán beszélhetünk-e hátrányos helyzetűekről, vagy pedig fogyatékkal élőkről. Én mindenkinek, legalábbis a szűk környezetemnek azt szoktam mondani, hogy érdemes ezen elgondolkodni. És nagyon szépen köszönöm, ha van esetleg bármilyen konkrét kérdés, akkor azt fogadom szívesen, akár itt, akár pedig bent a Dunakeszi Kapitányságon, és tényleg kérnék szépen ezekkel az ügyekkel kapcsolatban segítséget, illetve kommunikációt is. Én köszönöm szépen, meghallottak.
A Gödvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Ne felejtsék, hogy adásaink visszakereshetőek immár az interneten. Használják a www.gödi-témák.hu oldalt minél gyakrabban. Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk a tv@gödi-témák.hu e-mail címen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!